a Mex Rádióban. DJ Dexman. Exclusive. Here it comes. European Hit Radio. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm itt a DJ Dexman Live Exclusive-ban Beck Andrást, az énekest, aki a Bánhatod, hogy nem szeret című slágerrel jelentkezett nemrég. Szia! Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit! Annak apropóján beszélgetünk a mai alkalommal, hogy egy nagyszerű új slágert hoztatok ki pár héttel ezelőtt, és szépen kezd indulni ugye a YouTube csatornán is. Hogyan született meg ez a nóta? Hogyan készült? Rólam annyit kell tudni gyorsan csak, hogy én elég sokáig kint voltam külföldön, és én kint külföldön már elkezdtem dolgozni egy zeneszerzővel, akit Tóth Ádámnak hívnak, és szerettem volna itthon beindítani úgymond a szóló karrieremet, a zenei pályámat itt Magyarországon is, és mi elkezdtünk együtt dolgozni. És most már egy jó ideje volt, hogy a legutolsó dalomat megcsináltuk, és ráírtam Ádámra, hogy most már kellene valamit csinálni, valamivel újra megjönni, és nagyon-nagyon véletlenek által jött létre ez a dal, ugyanis alapvetően ez a dal már készen volt, és egy másik előadónak volt igazából ígérve. Nagyon megtetszett nekem a dal, mondtam, hogy a 700-et neki, hogyha előbb találkoztam volna vele, akkor biztos, hogy egyből azt mondtam volna, hogy igen, mert én nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy ilyen pörgős, vidám dalt. Valamiért ez azért mindig úgy hozta nekem, hogy ilyen melankolikus irányba mentem, vagy mozogtam el főleg. Úgyhogy most már nagyon vágytam, főleg, hogy itt volt a jó idő, szerettem volna valami nyári, könnyed az a dalt csinálni, és hát ez a dal ez tényleg szerintem olyan. Sajnáltam, hogy akkor ugye el volt már ígérve egy másik előadónak, és akkor mondtam neki, hogy valami ilyesmit és mindenképpen szeretnék, hogyha ezzel valami változna, valami csoda folytán, akkor mindenképpen jelezzen, és annyi volt csak, hogy két hét múlva Ádám fölé, hogy emlékszem még arra a dalra, amit én átküldtem neked. Na figyelj, csak úgy néz ki, hogy az előadóval nem fog összejönni ez a történet, hogyha még mindig gondolod, hogy csinálnál új dalt, meg tetszik az a dal, akkor ezt lehet, hogy a tiéd lehet. Hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek. Ezt a dalt Ádám közösen Heinz Gábor Vigával csinálta. Ők ketten összeálltak, mint szerzőpáros, és elkezdtek dalokat készíteni, és ez az első közös szerzeményük volt, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis együttállás lesz, és rengeteg jó dal fog amúgy szeretni. Nagyon gyorsan megvolt, a dal ugye már készen volt, Ádám és Viga írta a zenét, közösen írták a szöveget is, úgyhogy igazából a dal teljesen megvolt dallammal, mindennel. Én nyilván próbáltam egy kicsikét magamra formálni és belevinni magam, nagyon-nagyon jó volt velük együtt dolgozni, úgyhogy igazából annyi volt, hogy megtanultam, bementem a stúdióba, és felénekeltem. Aztán kész is lett a dal. Ebben a vadonatúj nótában, a klipben egy banda áll mögötted. Ez most jelzés arra, hogy szeretnél a bandát, vagy azért úgy gondolod, hogy maradsz, mint Beck András, és mögötted természetesen zenésztársak tartoznak. Hát ez egy nagyon vicces történet, maga a klip is, ahogy leforgott, illetve azért ki kell emellem azt, hogy én eddig Ádámmal dolgoztam, és nekem Heinz Gábor Biga egy óriási előadó, tehát én imádom, ahogy énekel, imádom, hogy nagyon-nagyon jó zenész, és amikor mondta az Ádám, hogy közösen csinálnak dalt, nekem nagyon nagy álmom volt, vagy úgy mondom, hogy én nagyon örültem annak, hogy van lehetőség arra, hogy egyáltalán megismerhessen, meg az milyen nagy megtiszteltetés, hogy egy olyan ember, akit nagyon elismerek, csinál nekem egy dalt. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. Nagyon-nagyon jó volt a hangulat, amikor felvettük, rengeteget nevettünk, jó telt a felvétel, és a klip az pedig két részből lett összetéve, ugyanis nem tudtuk eldönteni, hogy most a klipben azt hozzuk ezt az egyszerű formát, ugye, amiről szól ez a dal is, tehát ez a vidékies, falusias világot, atmoszférát teremtsünk, vagy inkább elmenjünk a klub életbe, és inkább csináljunk egy házi bulit, és ott ezerrel mindenki tombol egy házba, ugye ez volt a két opciónk. Elkezdtük az előzőt, vicces volt a történet, mert ugye meghirdettük a klipet, hogy akkor csinálunk egy ilyen házi buli feelinget, és aztán a végén nem jött el senki. Úgyhogy ketten voltunk a helyre, egyszer mindenki vagy lepetegedett, vagy meghívták a munkahelyre, és ez ilyen 15 ember volt, és voltunk ott 4-en. Most nyilván nem tudtuk megcsinálni a felvételt. Két lehetőségünk volt, hogy vagy forgatunk hozzá később, vagy pedig majd akkor ezt még egyszer megcsináljuk. De akkor mi már azért nagyon éreztük azt, hogy azért ez a dal mégiscsak egy ilyen tök jó kis bulis nóta, tehát hogy azért adni kéne ezt a feelinget, úgyhogy megbeszéltük azt, hogy jó, akkor forgatunk hozzá még egyet, és az alapvető koncepció is az lett volna, hogy zenekar a háttérbe, ott vagyunk egy tanyán, és tényleg ilyen egyszerű, letisztult. Ugye én azért vidékről származom, mert igen, Ajka az város, de én Padragon lakom, mert Padragon értünk, ez egy kis falu, ott Ajkától 7 km, tehát én úgy nőttem fel, én nagyon szeretem ezt az egyszerű kis világot, ahol ott a mező, az erdő, az állatok, tehát én így nőttem fel, és én nagyon örültem is neki, hogy azért ezt a feelinget valamennyire egy kicsikét vissza tudtok hozni, úgyhogy Velence mellett forgott a második része, ahol találtunk fantasztikus
srácokat, ugye akik a zenekar mögöttem, uh-huh. ők valóban, valóban zenészek is, és hát ott lejött ugye a Biga forgatásra, az Ádám is ott volt, lejött a párom, és itt végig nevettük, tehát annyira jó hangulatba telt az egész, meg annyira úgy egymásra voltunk hangulatba, hogy volt is szó amúgy arról, hogy mivel a srácok nagyon jó zenészek, ezért lehet, hogy majd a jövőben meg is fog valósulni egy ilyen formáció, tehát én mindenképpen szeretnék zenekarral menni, az biztos, hogy úgy fog ez a sztori maradni, hogy Beck András, tehát uh-huh. úgy szeretnék, hogy megyek, mint előadó, és akkor zenekarral mögöttem. Aztán már az, hogy most mi lesz a neve, hogy ennek változik, ugye ez már részletkérdés lesz a jövőbe, de mindenképpen beszéltünk is a srácokkal arról, hogy esetleg ez a sztori eljut addig, hogy fellépés, meg ugye most már azért ez egy olyan irány, amiben őszintén megmondom neked, hogy nagyon jól érzem most magam, úgyhogy elképzelhető, hogy ebben a stílusban még most fog születni pár dal, vagy ez az irány lesz, amifelé most ugye kicsit el fogok menni, és akkor mindenképpen ugye élő hangszerelés lesz, tehát mindenképpen mm-hmm. kellni fog egy zenekar majd. Szerintem örömmel hallják a kedves rádió hallgatók is, és természetesen mindenki, aki eddig még nem ismerte a munkásságodat, reméljük, hogy ezek után bekövett téged akár a YouTube csatornádon, akár a Facebookon, akár bármi más elérhetőségen. Nem tudom, miket lehet felsorolni, mik vannak még, amin elérhető vagy. Várok mindenkit szeretettel a YouTube csatornámra, a Facebook oldalamra, meg tényleg az Instagram oldalamra is. Mindegyiken vannak folyamatosan tartalmak, rakom ki a koncerthelyszíneket, az új dalokat, az új információkat a dolgaimmal kapcsolatban, úgyhogy várok nagyon sok szeretettel mindenkit rá. Nagyon örülök neki, hogy így sikerült élő adásban is beszélgetni veled, és talán egy kicsikét jobban megismerni téged. Én remélem, hogy a továbbiakban is megtartjuk ezt a jó baráti viszonyt. Reméljük, hogy egyszer majd személyesen is fogunk tudni találkozni, akár itt az Egyesült Államokban, akár Magyarországon. Köszönöm, igen, tényleg hallgattam amúgy a Remixet, és nagyon tetszett, úgyhogy én köszönöm szépen. Jó sikerült, és én is nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg az emberek szeretni fogják, és hogy tényleg a diszkóban, meg a buli helyeken fognak rájókat táncolni, meg bulizni az emberek. Köszönöm a meghívást, és hát mindenképpen örülök, hogy téged is megismertlek, és köszönöm szépen még egyszer, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen, és akkor hallgassuk meg ezt. Premier most a DJ Danceman Live-ban. Bele vártam, kis pufumra vártam, de leesett az állam, hogy meg úgy jó, ha sült galamba szárban, rád is csak ráfáztam. Hagytál a szívem töltett szét, vodka a pohárban, ízem még a számban, ő az utitásom. Nekem mindegy, hogy kiáll a konyhámban, mindent megpróbáltam, de neked úgy jó, ahogy jó, ez fel nem fogható. De hagytál el, nem én engem, fáj a szívem, alig ettem, azt sem tudom, hogy mi van. Csak nézek, mint a moziban, egy életem, egy családom.